Időkapszulát helyeztek el a Bujtosi Uszoda alapkövébe. A beruházás előkészítő munkálatai már júniusban megkezdődtek, a pénteki alapkő letétellel azonban elkezdődött a sportkomplexum fejlesztése is. Az ünnepségen Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, az uszoda megépítésével több évtizedes álom válik valóra, amely a város számára egyetlen fillérbe sem kerül. A beruházás 2,5 milliárd forint kerekítve, ami egy úgynevezett TOS beruházás, tehát ennek a 70%-át a cégektől adóból szedtük össze, kaptuk, 30% önerőt pedig a kormány biztosított, tehát ez is egy olyan beruházás, amelyik a városnak egy fillérébe nem kerül. Mondjuk ezt nagyvonalúan, tudva azt, hogy kisebb dolgok azért mindig jönnek, amelyek észszerűsítik, még jobbá teszik a beruházást. Azt, ahogy eddig a város is most is tudja majd finanszírozni, bár nem szeretném, ha ez nagyon elszaladna, és hát természetesen a fenntartás, a működtetés is ránk hárul. A nyíregyházi uszoda az úgynevezett TTT programban is fontos szerepet játszik, ennek keretében országszerte tanmedencéket építenek, melynek célja, hogy minden gyermek megtanuljon úszni. Azzal, hogy vízfelületek érkeznek a városokba, és úszodai létesítmények, ezzel meg tudjuk azt teremteni, hogy minden gyermek tanuljon megúszni, és valóban ez szó szerint értendő, hiszen nagyon nagy célunk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk, akár a tanórákon belül, ugye a kötelező úszásoktatáson belül, akár délutáni foglalkozásokkal, hogy mindenkinek lehetősége legyen megtanulni, hiszen, ahogy mondtam, az ünnepség során is egyetlen egy sportág az úszás, amelynek nem tudása életveszélyt is okoz. Szabó Tünde hozzátette, az úszás minden vízisport alapja, azonban a Bujtosi Uszodát nem csak a versenyzők és az élsportolók számára építik, hanem a lakossági szabadidősport kedvelői is használhatják majd a sportkomplexum szolgáltatásait.